Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Valaki visszatér a múltból. Miről vagy kiről van szó, azt most megnézzük ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya utal a múltra. Ez a hölgy itt várakozik valamire vagy valakire. Ez azt jelenti, hogy te a múltban sokáig vártál erre a férfire. És a középső kártya, ez a szolgáló lány, azt jelenti, te szolgáltad őt. De ez már elmúlt, hiszen a kártyák a múltra utalnak. Ez a szolgáló nő jelentheti a munkát is. Előfordulhat, hogy te ezt a férfit a munkahelyeden ismerted meg. Az lehet az ő munkahelye is. És itt vannak a részeg férfiak, az nem azt jelenti, hogy ő alkoholista, persze ez is előfordulhat, hanem inkább arra utal, ha ilyen állapotban van valaki, akkor nem képes fontos döntéseket hozni, mert valahogy nincs ott ezen a helyen, tehát minden olyan bizonytalan volt a múltban. Ez a férfi gondol rád, és mit akar, mi a terve, ezt mutatja itt ez a kártya. Ez a hölgy téged szimbolizál, tehát ő gondol rád, és úgy érzi, hogy te még mindig vársz rá, mint ahogy a múltban megtetted. És emiatt, hiszen bízik abban, hogy te még mindig vársz rá, elvárja azt, hogy te tárt karokkal fogadd őt. És milyen lépéseket fog tenni, ezt mutatják itt a kártyák. Az biztos, hogy lesz egy hír, mert ő jelentkezni fog nálad. A kígyó itt a levél mellett azt jelenti, hogy itt vannak változások, lesznek megújulások, ennek a kígyónak van egy gyógyító hatása is, tehát ő rendezni akarja a dolgokat, valamit megbeszélni veled. Ez a kígyó jelenti a mellék utakat is, tehát előfordulhat, hogy ez a hír ilyen mellék úton jön, például egy harmadik személy útján. A kígyónak van egy más jelentése is, utalhat egy nőre. Az lehet a feleség, hiszen itt van a gyűrű, és ő közölni fogja, hogy ez a házasság lezáródott, ő elvált, mivel itt erre utal ez a koporsó, vagy azt is jelentheti, hogy ez a kapcsolat véget ért. A gyűrűnek van még egy jelentése is, mégpedig azt mutatja, hogy visszatér a múltból, és akkor ez a koporsó ilyen régi dolgokra fog utalni. A következő kártyák azt jelentik, hogy hogy érint ez téged, vagy mit tudsz tenni, milyen döntéseket kellene hozni. Az első kártya, itt ez a horgony, utalhat arra, hogy ő úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. De ennek a horgonynak van egy más jelentése is, szimbolizálja a munkát. Ugyanúgy, ahogy ez a szolgáló nő utal a munkahelyi témákra. Vagy lesz egy közös munka, egy közös terv, és a virágcsokor jelenti ezt a kreatív tevékenységet, de amit ez a virágcsokor még jelent, ez a te szépséged, a te nőiességet, azon kívül jelenthet egy ajándékot, egy kellemes meglepetést. És itt van egy közös út, vagy egy közös nyaralás.
Ez jelenthet külföldi kapcsolatokat, egy utazást, vagy egy belső utat, egy ilyen lelki utat mély érzelmekkel. Ha arról van szó, hogy ő veled szeretne dolgozni, és itt van egy kreatív tevékenység, akkor itt lehetnek külföldi kapcsolatok, egy szerződés, és erre utalhat ez a gyűrű is. Amennyiben a szerelemről van szó, akkor ő most legyükerezik nálad, és csodálja a te szépségedet, megajándékoz téged, lesz egy közös nyaralás, vagy egy közös életút. A jövőtöket itt ez a kártya mutatja. Itt a négyes szám azt jelenti, hogy mindkettőtöknek szüksége van a biztonság érzetére. Az anyagiak terén is, és az érzelmek terén is. Azon kívül itt ezen a kártyán a kardok jelennek meg, és azok utalnak a levegő elemére, mint ahogy itt a tollaknál látható, és az jelenti a könnyűséget, a felszabadulás érzetét, és szimbolizálja a kommunikációt. Ez a férfi beszélni akar veled. A múltat lezárjátok. Ő bízik abban, hogy te még mindig válsz rá. Jön egy hír, lehet, hogy ilyen mellék úton, de ezt megkapod. Egy régi kapcsolat újra ott lesz nálad. Ha volt a múltban egy nő, akkor ezt ő most már lezárta. Nálad legyökerezik, vagy ezt szeretné, és lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy nyaralás, vagy egy közös életút, és fontos, hogy beszéljetek a jövőről. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!